Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit Jézus Isten, annyira régóta szerettem volna már megcsinálni nektek, és nincsen rá jó magyarázatom egyébként, hogy miért nem tettem. Annyit tudnék csak mondani, hogy mindig valami közbe jött, de ez azért nem egy túl jó magyarázat, úgyhogy szerintem inkább hagyjuk is ezt a részét. Kértétek is, és én is szerettem volna csinálni egy Milánó hault, hogy miket vettünk kint Milánóba, miket vettem én, és mostanra jutottam el oda, viszont pár dolgot fogok csak megmutatni. Ahogy a címből már látjátok, egy dologra lesz kiélezve ez a videó, azon kívül pedig megmutatok nektek még két dolgot, vagy hármat, amit kérdezzetek, hogy honnan van. De még mielőtt elkezdjük, szeretném elmondani nektek, hogy a Lamboxon újra elérhetőek a termékeim, van egy pólóm is, ami így néz ki, illetve van egy pulcsim is, ami pedig így. Ahogy látjátok, a póló az egy grafikát ábrázol, amit nagyjából próbáltunk olyanra megcsinálni, mintha én lennék, bár egy kicsit a felturbózott verziómat láthatjátok a pólón, a pulcsim pedig a jobb kezén Enjoy található, őt pedig vonalrajzban ábrázoltuk, úgyhogy ez a két termékem elérhető, és hogyha 15-ig rendelitek meg, ami már csak pár nap, akkor még karácsonyig kiszállítják, be lehet tenni a fa alá is, hogyha esetleg karácsonyi ajándéknak szánjátok, vagy szeretnétek. Ezen kívül pedig szeretnélek titeket megkérni, hogyha az előző videóimat nem láttátok, akkor azokat is pótoljátok be. Teszek le párat a leírásba is, és a videó végén is megtaláljátok majd őket, és természetesen a csatornámon is ott van mind. Még egy dolog, míg el nem felejtem, nagyon szuper cuccokat raktam ki az Insta Story-mba is ma, úgyhogy azokat is csekkoljátok le, hogyha nem láttátok volna még. Ja, és ahogy látjátok, a hajam is megvan, úgyhogy nem kell pánikolni, paróka volt, még mindig nem prenkeltem, nem csináltam belőle videót, nem csináltam semmit. Bírom azt a parókát, fogom még hordani, úgyhogy készüljetek. Na de, hogy ezeket a dolgokat letisztáztuk és megbeszéltük, kezdjük is el a videót, de csak hogy izgibb legyen, nem azzal fogok kezdeni, amire vártok, hanem azt hiszem összesen egy képen van ebben a nadrágban, viszont nagyon sokan írtatok rám, hogy ez honnan van és mit tud. Ez kérlek szépen egy Zarás nadrág, nagyon sok mindent kint Milánóba egyébként. Igazából a cipőn kívül mindent ilyen fast fashion boltokból vettünk, tehát Zara, H&M, nem különösebben vettünk márkás dolgokat. Milánóban a középkategóriás boltoknak is annyival nagyobb a kínálata, hogy iszonyatosan jó dolgokat találtunk, többek közt ezt a nadrágot is. Ez egyébként egy ilyen hasított bőrnaci, és nagyon-nagyon szépen tapad. Nincsen gombja, csak oldalt van neki egy ilyen kis cipzárja, úgyhogy elegánsan is tudod hordani, szerintem laza outfithez is fel tudod venni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó vásárlás volt, azóta is rengeteget hordtam már, és még biztos fogom is. Ezen kívül az iszonyatosan nagy dilemma, amit rengetegen kérdeztetek, és egyébként nekem idénre egy álmom volt, annyira nagyzolósan hangzik egyébként, mert semmi nagy nincsen benne, de nagyon régóta szerettem volna egy ilyen kabátot, viszont nem találtam olyat, amire azt mondtam volna, hogy úristen, na ezt szeretném, és akkor ez legyen. Úgyhogy ez nem más, mint a kis szövetkabátom, ami ugyanúgy Zarás. Nem tudom egyébként, hogy Magyarországon van-e ez a fazon, hogyha megkérdeznétek édesanyját vagy öcsit, szerintem leugranának egy hídról, hogy mennyi kabátot próbáltam fel. Ha 20 darab ugyanilyen kabátot nem próbáltam fel, akkor egyet se. És képzeljétek el, amikor ezt kiválasztottam, hogy na, akkor ezt szeretném, viszont jó lenne, hogyha lenne egyel kisebb, ez egyébként egy XS-es méret, akkor kiderült, hogy nincs, és nem találtuk az egész áruházba, hogy lenne belőle XS-es méret, ami ugye 4 emeletes volt, úgyhogy mentünk egy kört, míg megnéztük, hogy van-e máshol kirakva, lehet-e belőle még kisebb méret. Nyilván utolsó elkeseredésünkbe, vagyis hát az enyémbe, megkérdeztünk egy eladót, hogy lehetséges-e, hogy esetleg raktáron van belőle kisebb, és lecsippantotta, és mondta, hogy van. Gonosz. Úgyhogy a hatalmas nagy szerencsémre sikerült megkaparintani, azóta is imádom, most már talán egy kicsit kezd hozzá hideg lenni, de úristen,
iszonyatosan jó. Viszont most látom, képzeljétek el, annyira rosszul volt ez a kis bújtatója felvarva rá, hogy konkrétan egy pontba egy öltéssel volt odavarva, úgyhogy tippelhettek, hogy mennyi ideig tartott, míg azt elszakítottam. Várom a kommenteket egyébként, nyugodtan írjátok le, megvárom. Egy darab napig hazaértünk Hódmezővásárhelyre, és másnap én beültem a kocsiba, hogy induljak haza. Sikerült úgy ráülni a kabátnak a hosszára, hogy el is szakadt, úgyhogy nagyon örültem neki, viszont a drága anyukám megvarta nekem, mert itt nincsen tűm, meg cérnám, nem azért, mert annyira gyökér vagyok, nyugi. Vettünk több ilyen hosszújú felsőt. Időről időre rájövök, hogy mindig van egyfajta ruha, amiből alig van, vagy olyan, amit már nem szeretnék használni, vagy nagyon régi. És idén ez a hosszújú felső volt. És az Zarában meg a H&M-be találtam iszonyatosan jó anyagból kis garbókat, ami nem ez a brutál garbó, amitől már a gondolattól is megfulladok, hanem tudjátok, csak így éppen, hogy egy picit magasított a nyaka, nagyon csini, millió színbe volt, kiválogattam belőle, nem tudom én, 4-5, és abból egy kicsit feltáraztam, azon kívül talán még egy pólót vettünk, ami ilyen nagyon cuki egyébként, tavasz-nyár az, azt nagyon fogom szeretni, babarózsaszín. Az a baj egyébként, hogy a mosásban van, úgyhogy nem tudom nektek megmutatni. Ja! És ezen kívül kaptam még két táskát. Az egyik az szintén Zarás, egy ini-mini tatyi, de annyira kicsi, úgy képzeljétek el, hogy a telefonom konkrétan hát nem fér bele. Tehát, hogy ha nagyon beletuszkolom, akkor belefér, de egyébként nem. Van rajta, látjátok, egy ilyen grafit szürke acél lánc, amit tudtok így kézbe is fogni, de hogyha kihúzzátok, és jól is áll, akkor át tudjátok dobni a vállatokon is. Ebbe beleszerettem, úgyhogy ezt is hoztuk, és ezen kívül, amit most konkrétan minden nap használok, annyira beleszerettem, ez a kis púder rózsaszín, rose gold lánccal egyébként, szerintem kamerán meg hajjal. Kamerán szerintem simán aranynak fog látszódni, de egyébként ez rose gold. Carpisa a márkája, nagyon cuki kis lakatkája van, nem kifejezetten lakat, de értitek, így le kell húzni ott azt a kis gombot, hogy kinyíljon a tatyesz, és hát belül egyterű, nem tudom kifordítani, mert tele van cuccokkal, és két oldalról van neki zsebe, az egyik oldal cipzáros, a másik oldalt meg egy kisebb, meg egy nagyobb, tudjátok. Nem terveztünk egyébként még egy táskát venni a kicsi után, de annyira puha és annyira gyönyörű volt ott, mondjuk itt is az, de tudjátok, ott annyira megfogott a boltba, és kár egyébként, hogy már nincs meg, de annyira aranyos kis szatyorba adták ide. Úgyhogy igen, ez is egy nagyon jó vásárlás volt, mert mondom, azóta is minden nap ezt hordom. És egyébként ennek is képes a kis lánca, tudjátok így meghosszabbodni, és ezt is el tudjátok dobni a vállatokon, de ez a méret nekem már az, amit nem biztos, hogy szívesen dobok át a vállamon. De működőképes egyébként. És akkor ezután, hogy megmutattam az apróbb dolgokat, jöhet az, ami miatt szerintem mindenki itt van. Az első pár Christian Louboutin cipőm. Amiről egy pár szót szeretnék egyébként elmondani, mielőtt megmutogatom nektek. Az első dolog az az, hogy körülbelül 16 éves voltam, amikor először megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy ha majd nagy leszek, akkor nekem kell egy piros talpú cipő. Mindig is iszonyatosan magas sarkú fan voltam, minél magasabb, annál jobb. Imádom a magas sarkú cipőket. Hála az égnek, legalábbis szerintem tudok is bennük menni. És hatalmas nagy vágyam volt, hogy az első Louboutint én vegyem meg magamnak. Na már most!
Egészen eddig, mivel nem kifejezetten dolgoztam a YouTube előtt, azokat a pénzeket, amiket tudjátok szülinapra, karácsonyra, húsvétra, meg nem tudom én mire kaptok, azokat azért gyűjtögetitek, nem feltétlen költitek el azonnal. Hát én is így tettem, és körülbelül kétszer vagy háromszor gyűjtöttem össze az árát ennek a cipőnek, de mindig, amikor oda jutottam, hogy megrendeljem, akkor meghátráltam, és ennek az oka nem volt más, mint hogy online cipőt rendelni az azért egy necces dolog. Főleg úgy, hogy ha az oldalról rendelsz, akkor Amerikából tudsz csak rendelni. Ami egy az, hogy ha bejön, akkor áfát, vámot, meg ki tudja még mit fogsz rá fizetni. Kettő az, hogy tök sok idő, mire megjön. Három, mi van, hogyha nem jó a méretezés, és akkor visszaküldeni, és kicserélni, vagy visszakérni a pénzt, vagy nem tudom én mi. És vártam az alkalomra, amikor majd egy olyan helyre tudok menni, ahol fel is tudom próbálni. És hát Milánó nyilván a divat fővárosa, hála az égnek, van Louboutin üzlet is. És nekem egy célom volt a milánói utazás alatt, és ezt elmondtam édesanyának is, hogy ha mi kimegyünk Milánóba, akkor én nem jövök haza cipő nélkül. Mondtam neki, ha nem tudom ezt megvenni, akkor én kint maradok Milánóba. Nyilván nem maradtam volna kint, de dramaturgiailag nagyon jól hangzik. Úgyhogy igazából ezt a második napon meg is vettem, és nem titok, mert nyilván rá tudtok keresni, nem vagytok hülyék. Ennek a cipőkének az ára 575 euró, ami mondjuk 190 ezer forint. Nem kevés, sőt, a sok, de 6 éve vártam erre a pillanatra, hogy én ezt meg tudjam venni magamnak, és itt szeretnék gyorsan még a kibontás előtt annyit elmondani, és ígérem, hogy nem beszélek tovább. Azon kívül, hogy ez nekem egy nagyon nagy élmény, szeretném nektek is megköszönni, mert azt is tudjátok, hogy a YouTube-ból, a nézettségből mi pénzt keresünk. És azt is tudjátok, hogy nekem a YouTube végül is a fő bevételi forrásom, és hogyha ti nem lennétek, nem követnétek és nem néznétek a videóimat, akkor nem biztos, hogy képes lettem volna rá, hogy ezt most, akkor, amikor szerettem volna, megvegyem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy néztek, és támogattok, és remélem, hogy nem úgy fogjátok ezt venni, hogy felvágok vele, vagy menőzni akarok, vagy nem tudom, mert nagyon nem, hanem inkább szeretnélek titeket bíztatni rá, hogyha vannak céljaitok, akkor azért dolgozzatok, és mindent el tudtok érni. Akár azt, amit én csinálok, bárki utánam tudja csinálni, dolgozzatok nagyon sokat, legyetek iszonyatosan kitartóak, és mindent el tudtok érni. Nyilván tudom, hogy lesznek olyanok, akik be fognak szólni, nem álomvilágban élek, de remélem, hogy a legtöbbetek megérti, és velem együtt örül. Úgyhogy lássuk! Amióta először döntöttem, hogy szeretnék egy Louboutint, mindig is az volt a fejembe, hogy szókétet szeretnék. Ez az egyik fazonnak a neve, és így is lett. A színben nem voltam biztos, de abba Öcsi nagyon gyorsan segített dönteni. Ahogy kibontod a csomagot, van benne egy kis kártya, amiben ugye benne van a garancia. Van benne egy icike-picike kis szütyi, amiben pótsarok van. Tudjátok, hogyha elkopna. Van benne még egy porzsák, amiben bele tudnád tenni a cipőt, de nem vagyok benne biztos, hogy én szeretném ebbe bármikor is belerakni. És ezután már jön a lényeg. Maga a cipő. Hát most mondja bárki azt, hogy ez nem művészet, és nem gyönyörű. Tehát instant szerelem. Komolyan mondom, elképesztő. Kiveszem belőle a tömést, és akkor beszéljünk egy pillanatra a részletekről. A cipő egy az egyben bőr, a talpa is, és a külseje is. Végül 38 és feleset vettem, aminek az oka az, hogy a 39-es is jó volt rám, viszont nagyon kedves volt egyébként a csajszi a boltban,
és ő mondta, hogy ha a kisebb nem szorít túlságosan, akkor vegyem azt, mert nyilván bőr és tágulni fog, és hogyha amúgy is kényelmes, akkor annyira ki fog nyúlni, hogy ki fogok belőle lépni, úgyhogy 38 és feles lett a döntés. Ezt megpróbálom így megmutatni nektek. 12 centi tiszta sarok, platform nélkül. El tudom képzelni, hogy ez mondjuk egy egész estés hordás alatt szintiszta fájdalom, de amilyen gyönyörű benne a lábad, és amilyen szexinek és magabiztosnak érzed magad a hordás, a viselése közben, mindenért kárpótol, úgyhogy megmutatom nektek mindjárt felvéve is. És képzeljétek el, ma lesz az első alkalom, amikor élesben hordani fogom. Azért is szerettem volna megmutatni nektek, hogy videóból értesüljetek róla először, ne Instáról. És nagyon-nagyon örülök neki. Egész nap, amikor megvettem, fülig ért a szám, és alig vártam, hogy végre tudjam hordani. Remélem, hogy nem az utolsó pár, amit vettem, de ennél elégedettebb a döntésemmel egyébként nem is lehetnék. Fel is kapom, és megmutatom, hogy hogy néz ki. Annyit még szerettem volna egyébként itt elmondani, miközben mutogatom a lábamat és gyönyörködök benne. Kíváncsi vagyok rá, hogy nektek van-e olyan designer termék, amire nagyon régóta vágytok, és célotok, hogyha összegyűjtitek rá a pénzt, akkor meg tudjátok venni. Írjátok meg tényleg a komment részekben, nagyon érdekel. Egyébként volt még egy szemüveg, amit meg szerettem volna venni, egy Balenciaga szemüveg, de hát az is még egy 100 000 lett volna, és belenéztem a tükörbe azzal a nagyon vagány szemüveggel a fejemen, és megmondtam magamnak, hogy Rebeka, nem vagy hülye, nem kell a szemüveg, és egyébként is, hogyha meg akarod venni, akkor azt később is meg tudod venni. Nyilván abból nem kell méretet választani, meg ilyeneket, csak a színt kiválasztani, úgyhogy erős voltam, és lebeszéltem magam. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, kövessetek Instán is, az Instagram ott van a leírásban, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, a következő videómban találkozunk, sziasztok!